A Jövő rajtunk múlik címmel rendezett programsorozatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központ, melynek keretében október 10-én a Kőbányai Szent László Gimnázium tanulói, október 11-én pedig a Rákosligeti Gregor József Általános Iskola és két 16. kerületi tanintézmény diákjai különböző interaktív előadásokon vehettek részt. A rendhagyó tanórák a fenntarthatóság jegyében zajlottak, így olyan témakörök kerültek előtérbe, mint például a klímaváltozás, a környezetbarát takarítás, valamint a biológiai sokféleség. Október 11-én reggel felcsendült a Gregor József Általános Iskola tornatermében a tanintézet indulója, amely arról árulkodott, hogy nem a megszokott módon folyik majd a tanítás a nap folyamán. Az intézmény ugyanis ez alkalommal tankerületi projektnapnak adott otthont, melynek fő tematikája a fenntarthatóság volt. Az esemény megnyitóján dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a diákokat. Mi úgy gondoltuk, hogy most két napban összesűrítünk nagyon sok olyan információt, hogy mit tehettek még ti is annak érdekében, hogy a mi jövőnk, a mindannyiunk jövője még szebb legyen és még egészségesebb legyen. A szívünk ebben a kérdésben egyszerre dobban, az eszünk ugyanabba az irányba megy. Ehhez szeretnénk mi nektek további sok segítséget adni, fákat ülteni, tisztaságot, rendet tartani, és ebbe szeretnénk együtt gondolkodni veletek. A megnyitó során Dunai Mónika országgyűlési képviselő, az iskola egykori tanáraként felhívta a tanulók figyelmét a rendezvény valódi jelentőségére. Olyan, mintha nem tanulnátok, pedig rengeteget fogtok tanulni. Csak hogy szívjátok majd magatokba azt a sok információt, és azt az élményt, azt a nagyon sok élményt, amellyel mai napon itt meg fogtok ismerkedni. Úgyhogy ezért köszönet a pedagógus kollégáknak, és ti is hálával gondoljatok rájuk, hogy tudnak ők ilyen lazán is tanítani a pedagógusok. A 9 órai csengetést követően különböző helyszíneken folytatódott a program. Még az udvaron a Kressz alkalmazását gyakorolhatták a gyermekek két keréken, az osztálytermekben többek között kézműves foglalkozások zajlottak az újrahasznosítás jegyében. Mindemellett a növendékek, a dinoszauruszok, a fűszernövények, valamint az állatvédelem témakörébe is betekintést nyerhettek. A programsorozat keretében Horváth Tamás virágokat ültetett az iskola udvarán. A városvezető elmondta, Rákosmente önkormányzata nemrégiben fedett kerékpártárolót alakított ki a tanintézetben, ösztönözve ezzel az idejárókat, hogy a fenntartható közlekedést válasszák. Hogy a gyermekeket már most arra kell nevelnünk, hogy a jövőnket ne rontjuk el, próbáljuk megvédeni a környezetünket, és ez a fejlesztés, ami történt, az, hogy egy fedett kerékpártárolót, jelentős darab számú kerékpártárolót tudtunk most elhelyezni. Ezzel is arra próbáljuk a gyermekeket rávezetni, hogy nem feltétlenül autóval kell jönni iskolába. A tároló sikerességét a számtalan kerékpár mellett az iskola bejáratáig vezető lábnyomsor is tükrözi, mivel azon tanítványok, akik minden nap így módon jönnek-mennek, lábnyomukat hagyhatják a területen. Molnár Anna intézményvezető kiemelte, a pedagógusok tematikus hónapokkal és különböző eszközökkel igyekeznek a hétköznapok során is a környezettudatosságra nevelni a fiatalokat. Villanykapcsoló fölé kértük, hogy kapcsold be a villanyt. A mosdókba kiírtuk azt, hogy zárjátok el, és csodát művelnek ezek a kiírások. És a gyerekek most már egymást figyelmezteték, hogy ne felejtsd el elzárni a vizet. Jaj, a villanyt visszaszaladok, mert nem kapcsoltam le. A Jövő rajtunk múlik projektnap keretében egy hársfa csemetével is gazdagodott az iskola, melyet a meghívott vendégek, valamint a diák önkormányzat tagjai ültettek el közösen.